Második vadász íjász kalandom a Sefok ZRT lábodi erdészeténél vette kezdetét. A stratégia változatlan volt. Felállítottunk 2-3 leshelyet a gyakran látogatott szórók közelében, álcáztunk, majd délután, mire az építéssel járó szaganyag mered hátrahagytunk, elillant, próbálkoztunk, hát ha sikerrel járunk. 32 ott a buskó, meg a fenyő az mindjárt. Elsőként egy paravánt állítottunk, amelyet hátulról csendben lehetett megközelíteni. Az álcázást megelőzően még a paraván mögötti részt kitakarítottuk, az ágakat, amelyek megroppanhattak a lábunk alatt, összeszedtük. Ha netán lövésre kerül a sor, mesztelenül tudjunk mozogni. Az amúgy is jó takarást biztosító falat még néhány gallyal álcáztuk, hogy minél kevésbé legyen feltűnő a vad számára. Amikor úgy éreztük, készen van, indultunk, hogy egy másik tájolású lest készítsünk magunknak. Jó lesz. Sátrat pont ellenkező széljárásnak megfelelően állítottuk fel, hogy ha változik a fuvallatok iránya, akkor az egyik stand mindenképpen jó széllel legyen. Ha több irányú szélhez készítünk elő leshelyeket, nagyobb esélyünk lehet, hiszen valahol mindenképpen jó széllel vadászhatunk. Ezen a napon én a famászó lesz szerettem volna kipróbálni. Ennél a módszernél, ha elég magasra mászunk, szinte mindegy a széliránya, hiszen a vad jó eséllyel a szagunk alatt közlekedik majd, így emiatt nem kell azzal túlzottan törődnünk. Célszerű még napközben a kiszemelt fát legaljazni, hogy amikor megkezdjük majd a vadászatot, ne kelljen feleslegesen zajonganunk, így talán hamarabb közel merészkedik a vad. Mielőtt kimennénk vadászni, néhány dolgot rendbe kell hozni az én felszerelésem. Nyilván Tibién nem, mert ő ezzel foglalkozik. Gondjaim vannak, mert a vesszőről a tollazás az tulajdonképpen mindről megsérült, illetve minden megsérült, valamelyikről leesett, mert
annyira pontosan lövök, hogy tulajdonképpen a hegyen leszedem, de egyébként tényleg ez előfordul, hogy az ember többet gyakorol, akkor bizony a tollazás sérül a veszőfogóval. Most Tibi segít nekem megcsinálni. Én azt gondoltam először, és meg is próbáltam otthon ragasztani kézzel. Ez nem olyan lesz, mert girbe-görbe, nem egyformák a felületek. Most már tudom, hogy miért, mert van egy úgynevezett ilyen tollazó berendezés. Ezt avassuk be a kedves íjászni vágyókat, vagy íjászokat. Hát nyilván megkönnyíti a tollaknak a felragasztását, ezt azért találták ki. Kétfajta típus van általában, amihez csavart tollazású csipesz van, illetve a sima tollazású csipesz, az egy egyenes. Ez attól függ, hogy a felszerelésünk mit kíván, hogy esetleg csavart tollazást, ami pörgeti a veszőt, hogy stabilabb legyen, mert az egyenes tollazással nem viszi esetleg pont ugyanoda a veszőnket az íjunk, mint a gyakorlóhegyjel. Ezért van az, hogy hangolni kell minden felszereléshez a, és vadászhegyhez elvileg a veszőket. A tollazással hangoljuk? A tollazással is, igen, illetve a hegy súllyal lehet hangolni, azon kívül lehet avval, hogy mechanikus vagy pedig fix pengéshegyet használunk. Azt tudom, hogy amikor elkezdtük ezt az egész íjászat tanulását együtt, akkor én végül is egy nyílós penge mellett maradtam, mert ugye ez gyakorlatilag ugyanazt a lőképet tudja, mint a gyakorló, illetve terephegy. Na most én meg voltam róla győződve, egyébként ezzel lőttem a disznomat, még most is véres, hogy ez egyenes tollazás, és most mondtad, hogy hát tulajdonképpen nem, mert nem is csavart, hanem egy enyhe. Enyhén ferde tollazású. Ez gyári tollazású, ez a cég, így tollazza a vadászveszői. Na, akkor hát most megpróbáljuk reprodukálni, ugye, mert egy-két veszőmről lejött a toll. Az másikat már megtisztítottad, hát itt most vannak ilyen ragasztó maradványok, igen, gondolom igen. Ezt le kell. Ezt késsel, vagy hogy csináljuk? Hát akár késsel, vagy... akár először mindenféleképpen egy késsel, vagy egy éles szerszámmal, akár egy skiczerkéssel. Mondjuk így, van, hogy a karbonszálakat semmiféleképpen ne sértsük. Így jól csinálom? Meg. Hát tehát igen, ne gondolom, ne hát így. Igen, azt figyeld, hogy csak a ragasztó réteget távolítsd el a veszőről. Én közben ezt még egy kicsit megpucolom szintén. Én a kés fokával, mert így biztos, hogy nem vágok bele a veszőbe, mert elég könnyen bele lehet egyébként hasítani a karbonba. Én vettem már észre, mert ilyen kis fekete darabok jöttek le róla. Úgyhogy... Nem baj, egy picit érdes a felülete? Az nem, viszont még hasznosabb lenne, illetve még jobb lenne a ragasztásunk, hogyha még egy alkohollal, vagy pedig valamilyen zsíroldó anyaggal lekennénk a nyílveszőnket. Hát sajnos ez itt most kint a terepen nem megoldható, de bízom benne, hogy a pillanatragasztóval azért így is stabilan meg fogja ragasztani. Ezt jónak találod? Még egy picit azért azt kaparjuk le. A tollazót az sokféleképpen lehet állítani. Ez úgy van kitalálva, hogy maga ez a szerkezete 120 fokonként megakad egy rugó és egy golyó segítségével. Éles logikámmal kiszámoltam, hogy 3x120 az 360. Tehát akkor egy kör. A vesző vastagsághoz minden tollazót lehet állítani, ugye, mert van, aki alumínium veszővel lő, vagy esetleg reflexiaknál fa veszővel. A vesző vastagsághoz képest kell a tengelyre állítani a csipeszt, hogy az mindenféleképpen a tengelyén legyen a veszőnek. Illetve... Ez a berendezés garantálja, hogy egyenes legyen attól, mert ugye hát az enyémek nem lettek azok. Egyrészt azt garantálja, meg oda tartja addig a veszőhöz, amíg meg nem szárad. A súlyával, vagy ez így rá... Egy mágnes fogja oda itt. Ach, zó! Jó? Fantasztikus. A karbonvesző az a legjobb ragasztó, a jó minőségű pillanatragasztó általában, és a géleket ajánljuk inkább, ne a folyósakat, mert sokszor belefolyik ide a nokba, és utána nem tudjuk forgatni a nokkunkat. Az alumínium veszőhöz egy flexibilis ragasztót ahhoz rugalmas ragasztót használunk, a karbonhoz pedig kemény. A karbonhoz pedig lehet a nyugodtan a pillanatragasztót, tehát nem baj, hogy merev ragasztó. Nem kell nagyon sok ragasztót rá rakni, mert akkor ki fog folyni a toll mellett, és oda ragad a tollunk is a csipeszhez, és a végén csak letépjük a csipesszel a tollat a veszőről. Van nekem még kérdésem bőven, ugye, mert régóta nem találkoztam Tibivel, most szerencsére együtt vadászunk. Ezek is megviselt állapotba kerültek, amiket elhoztam, bár most szereztem helyette újat, de én nem szeretném ezeket még kidobni. Életlen, nehezen mozog, reparálhatóak ezek a veszőhegyek? Persze, nyilván minden hegyet lehet javítgatni, illetve karbantartani. Hát mindenképpen fontos az, hogy ha már lőttünk vele valamibe, akkor utána nagyon jól a hézagokat mindenhol ki kell pucolni. Illetve nyilván akár vadba lőtünk, akár valamilyen célba, az éle az nyilván ki fog menni, illetve kopni fog, tehát ezt időnként élezni kell. Az a fontos, hogy vadászatra mindig nagyon-nagyon éles kifent pengékkel menjünk, mert a bővérzést az fogja okozni hirtelen.
meg hogy nyíljon ki, mert hogy, ugye, hogyha nagyon szorulnak hát, ezek a... Igen, hogyha valami kosz belekerül, akkor nem nyílik ki rendesen. Most például ez nagyon szoros, ezt majd kell, igen, lehet, hát meg is kell nyitni. Forró víz alatt érdemes egyébként, hogyha esetleg vadba lőtte az ember, ha pedig beszőfogóba, vagy valami homokba. A homokot is forró vízzel nagyon jól ki lehet mosni. Én most szétszedem bátran. Szét is lehet, ezt a pengét mondjuk szét lehet csavarni, nem mindegyiket lehet, ez pont szét lehet. Várjatok. Megnézzük, hogy miért szorul, de hát nyilván, hogy a piszok. Hát belekerült valami, igen, kis piszok. A veszőfogóba, illetve a műállatba lövéskor eldeformálódhat a penge. Én azért szoktam azt javasolni, hogy mindig csak egy pengét fogjunk begyakorolni, és akkor a többit, a másik kettőt, vagy hát a hány pengénk van, azt pedig csak a vadászatra használjuk. De fontos, hogy mindig ugyanolyan pengét gondolom, amivel vadászunk. Amit, tehát... Hát amivel belőttük magunkat, utána ugyanazt használjuk mindig. Ha egyszer váltunk pengét, akkor ott is szintén először gyakorló lövéseket kell leadni egy pengével, beállítjuk hozzá az irányzékot, és akkor utána ugyanazokat a pengéket használjuk a vadászatnál. Tehát ez egy tompa most, hát megnéztem, hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy a reparálása sikerült, de most akkor én visszarakom, és utána megkérlek, hogy élezd meg, jó? Na, akkor hogy néz ki az élezés, beszéljünk? Hát most az élezéshez kétfajta dolgot szoktunk használni. Adjam oda van neked. Elvileg egy ilyen kis gyémántfenő, amit én előszeretettel használok, illetve lehet egy gyémántfeszelőt is ilyen kis laposba kapni, az is nagyon alkalmas erre. Nagyon finom. Illetve vannak ezek a speciális, ezt az így gyártó cégek ajánlják ezeket az élezőket. Szokták kést is élezni vele? Igen, ez olyan, ebből kést is lehet, abban is szintén. Ez olyan, mint a konyhai késélező, egy picivel kisebb. Arra nagyon kell figyelni, hogy ezeknél a nyílós pengén, hogy mindig az élezendő pengét azt nyitva hagyom, a másik kettőt becsukom, és nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy az ujjaim azok ne kerüljenek semmiféleképpen a penge alá, és nagyon óvatosan még a húzást is, mert tényleg, hogyha ki van élezve, ezek borotva élesek, és nagyon könnyen elvághatjuk a kezünket, úgyhogy mi is megsérülhetünk. Hát nézem. Már is jobb. Hát ez tényleg jó. Mi a helyzet a nem nyílós, hanem fix pengékkel? Hát a fix pengéknél általában minden íjásznak jobban meggyűlik a baja a hangolással, mert a fix pengék, ugye mivel nagyobb a felület, a penge felület, a levegőben jobban eltéríthetik a vesszőt. De egyfelé térítik el nyilvánvalóan. Általában igen, egyfajta penge egyfelé, hogyha egyformák tényleg előfordult, már sajnos olyan, hogy mit tudom én, selejtes van a csomagban, és akkor az máshova megy, mint a másik kettő, de ez nagyon ritka. Tehát, mint mondtam, ezek jobban eltérítik a nyílvesszőt. Annyi, hogy a hangolásnál esetleg többet kell variálnunk a tollazással, illetve a vessző súlyával. Ezért vannak azok, hogy azok a kitalált dolgok, például van egy cég, amelyik olyan tollat gyárt, aminek kimondottan szárnya van. Jé. Ez a quickspin toll úgynevezett. És ez azért van, hogy ez egyenesen szabad fölragasztani, viszont ez pörgeti a vesszőt elég intenzíven. De mi ennek a lényeg? Aerodinamikai megoldás? Igen, ez egy kis szárny, és megpörgeti a nyílvesszőt, ezáltal stabilabban fog repülni. Mm. És ezzel segíthetünk azon, hogy a fix pengék is jobb szórásképet mutassanak. Van egy kérdés merült fel bennem. Szerinted a Nyúl Andris mivel keresi a sebzett vadat? Mert hogy Aliz itt van. Biztos csillával ment el. Akkor most én mondom az amatőr kérdéseimet, jó. Ha már ismét lehetőséget kaptam tőled, hogy okuljak. Ez a kis hangyapiszok a végén, ez is egy tollazás. Jó. Kellő stabilitást biztosít? Ez kimondottan a nyílós pengékhez való. Ezt is a Quickspin cég találta ki, ez szintén szárnyastól, csak itt már nincs külön színezve a szárny, uh-huh. Illetve be van bordázva maga a toll, ezáltal stabilabban repül a levegőbe. Logikusan felmerül a kérdés, hogy a picitól a könnyebb, ez a nyílós penge az könnyebb, vagy kisebb légellenállása van? Kisebb légellenállása van, és ezáltal a kis tollal is viszonylag pontosabban lehet vele lőni. És a kis tollat azért helyezik előnybe ugye a vadászok, mert gyorsabb egy kicsit a vessző a rövidebb tollal, mint a hosszabb tollal, mert ott nyilván nagyobb a felület, nagyobb értem. A légellenállás. Értem, de az esetleg van különbség, tehát stabilabban tartja a hosszabb tollazat. Igen, kivéve ezeket a szárnyas tollakat, mert ezek avval stabilizálnak, hogy pörgetik a vesszőt. Aha. Mint ahogy a húzagolás a csőben természetesen. Van, na, akkor van, most már végigmegyünk ezeken, mert itt látok. Ez ugyanilyen picike, ez úgy néz ki, mint valami. Igen, ez szintén egy másik cégnek a most a legújabb fejlesztésű tolla. Ezek szintén barázdák vannak a tollon. Ez aerodinamikai eljárás. Így van, hogy stabilabb a levegőben. Rövid toll, de viszonylag magas. Ezt is szintén a nyílós pengékhez ajánlják. Ez egy teljesen normális, egy kicsit hosszabb, mint az enyém, úgy látom. Igen, ez egy ötszoros, hát az ötszoros tollak általában a leghosszabbak, amit így használunk vadászatra. A számszeriekhez használják ezt tulajdonképpen. Is, illetve a reflexiakhoz, fix pengékhez szokták a hosszú keskeny tollat használni. Uh-huh. Nekem pont a kettő között van. De aztán mondom, ez olyan, hogy felszerelés függő sajnos az, hogy most a fix pengét kinek, hogy fogja vinni a
illetve hogy fog az ő felszereléséből, az ő íjából az a vesző repülni, ami a különböző tolazásokkal föl van tolazva. Ezt ki kell sajnos próbálni, és utána a megfelelő tolazást alkalmazni, amelyikkel a legjobb szórást tudja lőni, és a legpontosabban. Azt gondolom, hogy eltelt az idő. Így van, ez a tol már nyugodtan. De kafa. Ez a tol már föl van, tehát ez teljesen tökéletes. Ezek fix pengék, ide veszem az ölembe. Igen, én most jelen pillanatban ezeket. Na, akkor most szemléltethetjük. Kérem szépen. Tehát ez nem csalás, nem ámítás. Épp, hogy hozzáértem. Hát igen. Veszélyes ilyenek, üzem. Ilyenek elemény. Veszélyes üzem. Ez a jó. Ezt hiszem, ezt nem kell megélezni. Így van. Hát én most jelen pillanatban az én csigásiamhoz. Tibi, ne arra, ugye nem tudok délután kimenni vadászni. Hát ez nagyon éles. Ez új penge, vagy most éles? Ez új, nem. Ez vadonatúj. Én ezeket a fix mázikat használom. Nem pusztán azért, mert ezt tartom a legjobbnak. Ezek nekem szimpatikusak, én nekem beváltak. Jó, és nagy a differencia például a gyakorló, tehát a terephegyés e között szórásképpen a te íjad esetében? Hát én megpróbáltam úgy behangolni, ugye én ötszoros csavartólat tettem az én veszőimre, és nekem ebben szinte ugyanoda megy, mint a gyakorló. Hát akkor már nincsen más dolgunk, mint várni a szerencsénket. Kész a tollazás, megéleztük a pengéket, a tiédet nem kell. Most már ezt bebizonyítottuk, hogy elég élesek. Úgyhogy elindulunk vadászni. A próbalövést minden alkalommal ajánlott elvégezni, hiszen utaztunk, bármikor elállíthatódott a felszerelés, a gyakorlás pedig amúgy is csak jót tesz. Múlik. Az íjak jól vannak beállítva, én nem is lövök többet. Délután már álcaruhában tértem vissza a kiválasztott helyre. Igyekeztem minél neztelenebbül feljutni 8 méter magasba. Kellő magasságba érve egy hevederrel biztosítottam magam, majd az íjamat is felhúztam, hiszen azzal mászni nem lehet. A szelet persze azért ellenőriztem, de szerencsére jól lehetett látni a hintőpor felhőből, hogy bármerre is fúj, az a fák koronájának szintjén marad. Elsőként egy fiatal dámbika jött úgy 30 méteres közelségbe. A lövés gondolata természetesen fel sem merült. Egy óra múlva a hátam mögül zajt hallottam. Egy közel egymázsáskan jelent meg a hátam mögött. Megpróbáltam megfordulni, de mivel a les ellenkezőleg állt, nem tudtam olyan helyzetbe kerülni, hogy az íjat kihúzhassam. Így csalódottan néztem, ahogy a disznó kényelmesen elsétál. Sajnos az enyhe tél nem kedvez a vadásznak. A vad az erdőben bőségesen talál táplálékot, így nem ritka, hogy a szórók mellett jól lakottan ballagnak el.
Ez a dámtarvad rudli is tőlem 50 méterre egy váltón lövés nélkül állhatott tovább. Tibi barátom a Les sátrat választotta. Két dámbika őt is meglátogatta, de sajnos tarvad vagy disznó, amit szerettünk volna lőni, nem került a látóterébe. Amikor leesett a hó, ismét visszatértünk az Alexandra vendégházba. Nagy reményeket fűztünk a vadászathoz, hiszen már 3 napja mínusz 10 körül mozgott a hőmérséklet, és a hó is legalább 30-40 cm volt. Próbalövést követően azonnal útnak indultunk.
Engem német Laci barátunk vitt egy általa kiszemelt helyre, ahol állítása szerint minden nap 4 és 5 között megjönnek a disznók. Miután elmagyarázta, hogy hova menjek, ő felült egy félreesőlesre, én pedig elhelyezkedtem a megfelelőnek vélt poszton. Tényleg nem kellett sokat várnom. 4:30 körül egy 5-ös süldőcsapat került úgy 25 méterre elém. A kondában volt egy fehér alapon fekete foltos, úgynevezett babos disznó. Hiába álltam, az álcaruhában nem vettek észre, így amikor letették a fejüket, az íjat megfeszítve vártam, hogy a babos kiérjen a bokrok takarása mögül. A vad tűzbe rogyott. Ez elég szokatlan, ha íjjal vadászunk, így azt gondoltam, gerinctüskelövést kapott. Beraktam egy másik veszőt, és elindultam a disznó felé. Amikor lőtávolba értem, leadtam még egy lövést, de a disznó még menekült. Most már nem akartam a véletlenre bízni, így tovább követtem, hogy megadjam a kegyelemlövést. Laci, kemény. Még majdnem meg is verhetsz, hiszen életem első babos disznója, zsíja. Tényleg? Komolyan. Itt elég sűrűn előfordul abban a terület részén. Biztos a Rozi néni kiengedte. Hát nem tudom. Üdvoldásznak. Köszönöm szépen.